Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás szeptember 5-éig. A sarokkártyáknak mindig van egy nagyobb jelentősége. Itt látható a felhő, a kulcs, a kígyó és ez a koporsó. Az azt jelenti itt fent, hogy minden olyan átláthatatlan, beborult, nem lehet tudni, hogyan tovább. Ez a felhő az ő gondolataiban jelenik meg, tehát nincs tisztába a dolgokkal. A felhő mellett megjelenik a kutya, az lehet a baráti kör, és itt vannak nehézségek, problémák, erre utal ez a hegy, vagy olyan bizonytalan, és itt a hűségről van szó. A hűség nem csak az ő gondolataiban jelenik meg, hanem a te gondolataidban is. De, mint mondtam, ez lehet a baráti kör is. Ami viszont nagyszerű, hogy ez a férfi ott van melletted. És hamarosan kisüt a nap, kiderül az igazság. Ez a nap arra is utal, hogy megvan kettőtök között a vonzalom. A következő sarokkártya, ez a kulcs, ez azt jelenteni, légy magabiztos. De mindketten bizonytalanok vagytok, mert nála megjelenik itt a felhő, és nálad így a kulcs mellett megjelenik ez a hegy. Azon kívül ott, ahol az egerek vannak, azok felfalnak mindent, és akkor az nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a kulcsot, ami azt jelenti, hogy bizonytalan vagy, nincs meg a biztonság érzete, és az egerek eltávolítják a medvét, ami az erőt jelenteni, és így ennél a kirakásnál azt látom, hogy erőtlennek, fáradtnak érzed magadat. A következő sarokkártya itt ez a kígyó. A kígyó jelenti a gyógyító erőt. És ez megvan nálad, ez az átmeneti időszak, amikor itt lesznek változások, megújulások, hiszen megvan itt a gyógyító erő. Ez lehet a te tudásod, tehetséged is, hiszen ez a kártya összefügg ezzel a horgonnyal, és a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást, itt van mellette a pénz is, tehát ez lehet a te hivatásod. Mivel megjelenik itt a virágcsokor, ez jelent ilyen naturgyógyító erőt, mint például valamilyen növényeket, aminek gyógyító hatása van. Itt van a koporsó, az lehet egy ilyen régi bölcsesség vagy tudás. Amit még ez a kígyó jelent, egy nőt. És te megbízhatsz benne, hiszen ez szívből jön, és itt van egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Változik valami a helyzeten, jelentik a gólyák. A következő sarokkártya, ez a koporsó, ez utalhat régi dolgokra. Az is lehet, hogy ez az ismeretség korábbról van, és ez a hölgy visszatér a múltból. Amit a koporsó még jelent, hogy lezár valamit. És itt jó, mert mellette van a ravasz róka, ami utal hamisságokra, hazugságokra, és ez itt le lesz zárva. Nem csak a koporsó segít ebben, hanem ez a kasza is elvágja a hamisságokat.
az lehet a munkahely területén, hiszen itt megjelenik ez a horgony, ami a munkát, a hivatást szimbolizálja. Amire ez a könyv még utal, az a te tudásod, vagy egy továbbképzés. Az egy jó ötlet, hiszen itt van a remény, ezt jelenti ez a hajó, vagy külföldi kapcsolatok, utazások, esetleg egy idegen nyelvnek a tudása, tanulása, itt van a képzés, és itt le tudsz horgonyozni. Kihat a munkádra is. Későbbiekben lesz aktuális ez a továbbképzés, mert a következő napokban a kasza elvágja ezt a lehetőséget. Ami a szerelmet illeti, ti egymás mellett vagytok, de ez a férfi eltekint most tőled, lehet, hogy visszahúzódó, hiszen az ő környezetében jelenleg minden olyan átláthatatlan. Azon kívül itt van a kártyavetésnél a szélén, a képeknek a szélén, tehát nem a kártyákra tekint, hanem másfele tekint el. Az azt jelenti, hogy ő nem akar odafigyelni a dolgokra, mert minden olyan soknak tűnik, a legszívesebben elrohanna mindentől, vagy mindenki elől, vagy visszahúzódik. De én kiveszem őt most innen, és kényszerítem arra, hogy odafigyeljen bizonyos dolgokra. Ezáltal megváltozik most a kártyakép, és megváltozik ennek a jelentése is. Ő most itt található, mert mi őt erre kényszerítettük, és most oda kell figyelnie bizonyos dolgokra. Ami volt nála a múltban a hamisságok, a hazugságok, vagy valaki becsapta őt. Ő ezt most lezárja. Ő feléd tekint, és itt lesz egy kellemes meglepetés, változások. A könyv utal a titkokra, az ő zárkózottságára, az lezáródik, hiszen a kasza ezt elvágja, és akkor itt kisüt a nap, kiderül a valóság, és megvan kettőtök között ez a vonzalom. Itt van nála a szerelem, amit a szív jelent, és ebben az esetben a kígyó a gyógyulásra utal. Ha valami őt betegítette a múltban, vagy téged betegít valami ebben a párkapcsolatban, akkor itt megvannak a változások, a megújulások, itt van a szerelem és a virágcsokor, hogy ő téged szépnek tart, megvan a nőiességed, megvan a vonzalom, és ezzel a virágcsokorral, tehát ajándékkal, jó szándékkal közeledik hozzád, és ezek itt a változások. Most mondhatnád azt, így most te vagy itt a kártya szélén, és te tekintesz el a dolgoktól, ez most arra utal, légy visszahúzódó. Akkor is, ha minden olyan bizonytalan, akkor is, ha elgondolkozol azon, hogy ő hűséges-e, igen vagy sem, hiszen a kutya a hűséget is szimbolizálja, ne beszélj ezekről a dolgokról. Várj addig, amíg ő neki megvan az élet ereje, vagy a bátorsága ahhoz, hogy aktív legyen az irányodba, és keresse veled újra a kapcsolatot. Itt tisztázódik valami, hiszen a nap erre utal, azon kívül a titkok elmúlnak, így változik
valami köztetek változik, valami a párkapcsolat területén. Ezek most a megújulások a szerelmi élet területén, és itt a halak jelentik a belső értékeket is, a lelki dolgokat is. Ez a kígyó lehet egy hölgy is a múltból, hiszen itt van ez a koporsó utal az ő múltjára, de arra is, hogy ő ezt a kapcsolatot lezárta, hiszen a róka utal az emlékekre, a múltra, és itt voltak bizonyos dolgok, hamisságok annak idején, ami kellemetlen volt számára, tehát ő lezárja most a múltat. Ami most aktuális, itt ennél a kígyónál a változások, a megújulások a szerelmi élet területén, ezzel ő tisztában van, és érzi ezt az erőt, azt is, hogy javul a helyzet, itt vannak a változások, a csillagkép szerencsét hoz ebben, itt van egy utazás is, ez lehet egy közös nyaralás, vagy egy lelki út, mély érzelmekkel kihat a szerelmi élet területére. Amit számodra még ez a kártya jelenthet, az a munkáddal áll összefüggésben, ez lehet egy terület, a gyógyító erő, és ez a hivatásod, vagy lesz valaki a közeljövőben, a munkahelyen, egy hölgy, aki olyan szívélyesen közeledik hozzád, vagy meglep téged egy ajándékkal, és segít neked a munkahelyen. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderrel.